ugye célokról beszéltünk, azt mondja, hogy, Marci, belegondoltál már, hogy meg fogsz halni? Hát mondom, bele, mert mindenki meg fog halni, persze. És akkor, hogy amit csinálsz az életedbe, azt, úgy csináld, hogy ezt tudd, hogy meg fogsz halni. A, nemeken keresztül vezet az út az igenekhez. Így van. Én úgy tudok jól működni, meg, sikeres lenni, meg, ami 90, több mint 95%-os értékesítési arányjal működni, és 100%-os ügyfélelégedettséggel, hogy, ahogy mondtam, tehát nekem van az egy-két fix dolog, amiből nem fogok engedni, mert ha abból engedek, abból baj van. Igen. És kész. Ezt egyébként nagyon gyönyörűen fogalmaztad meg, hadd emeljem ki, hogy ugye, azt mondtad, hogy a nemeken keresztül vezet igazából a sikerhez, vagy az igenhez ugye az út. Ugyanez vállalkozásban, hogy a bukásokon keresztül vezet a sikerhez, a sikeres vállalkozáshoz az út. Teljesen átfordította a gondolkodásmódomat. Ott ez így bekattant, hogy úristen, az forrás, az eszköz, jó, akkor azt veszem, az nem kell. Úgy, hogy, ahogy mondtam, én úgy tudok ebbe a szakmában megmaradni, hogy mindig, új dolgokat fedezek fel, és mindig új területekre lépek. Ott én kiadtam a kezemből a cégem vezetését. Ha már egyébként így beszélgettünk bukásokról, meg ezekről a dolgokról, neked mi volt eddig mondjuk a legnagyobb ilyen pofon, vagy félrelépés, vagy akármi ilyesmi?